A Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy az ukrán fegyverkezés és a korrupt roma politikusok helyett a magyar családokat támogassa a kormány. Ha már nehéz helyzetbe hozta őket az elszabadult élelmiszerárakkal, az átgondolatlan rezsirendeletekkel és a rekordmagas inflációval. A kormány ugyanis az Európai Unió kérésének eleget téve a magyar adófizetők pénzéből támogatja az ukrán fegyverkezést. Az EU 2,5 milliárd eurót fizetett eddig az ukrán fegyverszállítmányokra, azaz az Európai Unió adófizetőinek a pénzéből egy Európai Unión kívüli ország fegyverkezésére költenek, egy ironikus módon békekeretnek nevezett alapból. Magyarország az idei évben 4,7 millió eurót adott ebbe az alapba, ami nagyságrendileg 2 milliárd forintot tesz ki. Az Unió további 500 millió eurót szán a fegyverkezésre, melybe szintén befizetjük a magunk részét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a továbbiakban nem biztos, hogy Magyarország fizeti a részét ezekbe a fegyverszállításokba. A Mi Hazánk viszont azt követeli, hogy a magyar kormány egyetlen forintot se adjon a továbbiakban ilyen célokra. Annál is inkább, mivel egy tavalyi kormányhatározatból kiderült, hogy további 40,8 millió euró, azaz majdnem 18 milliárd forint befizetését tervezi a kormány ebbe az úgynevezett békekeretbe. Máshol is van még nagy mennyiségű pénz, amit a kormány nem a magyar családokra költ. A Mi Hazánk mozgalom már régóta követeli, hogy a politikus bűnözők által vezetett, korrupcióval átszőtt országos roma önkormányzat támogatását azon névi hatállyal függessze fel a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök azonban a parlamentben elmondta, hogy nem csak hogy nem tervezik ennek a felfüggesztését, de további támogatásokat kívánnak a cigányságnak nyújtani, többek között 300 javarész romáklapta település komoly mértékű megfinanszírozásával. Milyen összegekről is van szó? A kormány csak ennek a projektnek az előkészítésére már elköltött több mint 500 millió forintot a magyar adófizetők pénzéből, és további 9,5 milliárd forint elköltését tervezi. Teszi mindezt úgy, hogy a képviselői információs szolgálat adataiból kiderül, hogy az elmúlt 30 évben Magyarországon mai értékre számolva 6000 milliárd forint lett elköltve kifejezetten roma támogatásokra. Megismétlem ezt az összeget, 6000 milliárd forint. Ebben az óriási összegben nincsen benne a munkanélküli segély, nincsen benne a gyermekek után járó támogatás, sem az önkormányzati segély, sem egyéb szociális juttatás. Ez az összeg kifejezetten faji alapon a Magyarországon élő cigányságra lett elköltve. Azt hiszem, senki nem állíthatja azt pirulás nélkül, hogy ennek az óriási összegnek bármiféle érdemi látszatát észre lehet venni a hétköznapokban. A Mi Hazánk mozgalom szerint tehát a szobor döntő, a kárpátaljai magyar férfiakat golyófogónak elhurcoló, a magyar kisebbségek jogait régóta semmibe vevő Ukrajna fegyverkezésének finanszírozása helyett a magyar kormány költse inkább a magyar gyermekek, idősek és elesettekről gondoskodó szociális szféra támogatására ezeket az összegeket, vagy ha minden áron fegyvert akarnak vásárolni, akkor tegyék ezt a magyar nemzeti hadsereg fejlesztése érdekében. Felszólítjuk továbbá a kormányt, hogy fejezze be a jutalmazását azoknak, akik kiilleszkedett életmódot folytatnak, képtelenek a felelős gyermekvállalásra, a szülői státusz csak bevételi forrásként tekintik, valamit nem tudják és nem is akarják a gyermekeiket törvénytiszteletre, munkára és tanulásra nevelni. Támogassa helyett a kormány az adófizető, utódaikat felelősen nevelő szülők terheinek enyhítését, valamint a dolgozó fiatalok gyermekvállalásának megkönnyítését és lehetőségeik kiszélesítését.